Adventi udvart utoljára a koronavírus járvány előtt tartottak a Dunakömlődi plébánia udvarán. Tavaly takarékossági okok miatt a szervezők szűk körben csak két alkalommal tudtak adventi hangulatot teremteni. A település részen már hagyománynak számít, hogy az első adventi vasárnapot megelőző pénteken kezdik el az ünnepre való hangolódást. Az első alkalom december 1-én este rendhagyó módon a templomban veszi kezdetét. Maga a gyertyagyújtás az fent lesz a templomban, mert nagy örömünkre a városi vegyeskar fog majd fellépni. Nagyon örülök, hogy jöttek és szeretnének énekelni a mi templomunkba. És az ottani gyertyagyújtást fönt a templomba a baptista közösség lelki pásztora Teodor fogja majd végezni, Vasadi Teodor. És utána fogunk lejönni, de természetesen az udvar előtte is nyitva van, alatta is nyitva van, és utána is nyitva lesz. Tehát aki nem szeretne feljönni, csak ide be szeretne jönni, együtt lenni, beszélgetni, közösségben lenni, az természetesen jöhet nyugodtan az udvarba. A Dunakömlődi Római Katolikus Egyházközség mellett több helyi civil szervezet és rengeteg magánember ajánlotta fel segítségét a faluból és a környékről, hogy a programsorozattal szebbé, meghittebbé tegyék a készülődést. Az estében ide csatlakoznak a Dunakömlődi borbarátok, ide csatlakoznak az ízőrzők, akik majd, hát úgymond a hangulathoz, illetve az együttléthez, a társasághoz, a készülődéshez fognak a kezünkbe adni valamit. Ugye a borbarát fiúk ugye egy-egy bögrét talán, a hölgyek talán egy-egy süteményt, tehát ők ezzel készülnek, illetve a konyhánkban felváltva fognak készülni itteni lakosok, akik a zsíros kenyeret készítik, a teát készítik. Fitz Szabolcs, a Dunakömlődi Római Katolikus Plébánia akolitusa szerint fontos, hogy az emberek eljöjjenek és jelen legyenek ezeken az eseményeken. Többek között ennek a közösségi élménynek a szolgálatában is állhat az adventi udvar. Legfontosabb az, hogy Krisztusra mutasson rá. Ez az adventi udvar mindig is ezt szerette volna. Ezért vannak mindig a történelmi egyházak, gyertyagyújtói, a lelkipásztorok, hitoktatók, ezért vagyunk itt a plébánián, ezért megyünk fel a templomba. Szóval mi szeretnénk arra rámutatni, ami az advent és ami ennek a lényege. A hétvégét követően a programsorozat december 8-án, 15-én és 22-én folytatódik, amikor Szénégetőné Kovács Katalin református hitoktató, Fitz Szabolcs akolitus és Kürtösi Krisztián plébános gyújtja meg az adventi koszorú gyertyáit a közösségi ház udvarában.